fogadási kőpanni ökumenikus kórus. Barkó Sándor Karla így mutatja be a kórus. A fogadási római katolikus énekkar 1969-ben alakult 24 személyen. Az évek folyamán ez a létszám állandóan változott. Volt, amikor kevesebb, de volt, amikor 38-an is volt. 1989 után sokat elmentek külföldre, vagy más városokba a megélhetés miatt. Így aztán a kórus létszám is nagyon megfogyatkozott. 5 évvel ezelőtt, amikor tisztelendő Szász Tibor református lelkipásztor Fogarasra került, kértem, hogy engedje a reformátusokat is énekelni hozzá. Sajnos csak 4 személy vállalt. 1996-ban nagy tiszteletű Szegedi László megkér, hogy vállaljam el külhalomban is az énekkor vezetését. Még abban az évben ott is újra alakult. Azóta már 15 éve minden héten szerda este kőhalomban tartó énekpróba. Az ottani kórus már kezdeni ökumenikus összetételi volt. Így aztán jött a gondolat, hogy ha már mind a két kórussal én foglalkozom, legalább különlegesebb alkalmakkor egyesítsük a kettőt a jobb eredmény érdekében. Azóta egyesített kórusként is tevékenykedünk, és amikor együtt lépünk fel, akkor magunkat a Fogarasi Kőhalmi Ökumenikus Kórusnak nevezzük. Nagyon sok kisebb-nagyobb helységben jártunk már vendégszerepelni az országban. Ebben az évben először voltunk külföldön, Csanádfalotán, ahol nagy tapsot kaptunk. Műsorunk Jézus, Jézus, ó mi szép nép, hogyha az Úr nem építi a házat, Kossuth Lajos táborában, és elmúltam 20 éves. Vezényelt Barkó Sándor katolikus énekvezető. Oh, yeah.
jó.